Üdvözlöm a Bonyhádi Napló nézőit! Mind a 10 óvoda és a bölcsőde is működik még Bonyhádon a koronavírus járvány terjedésének ellenére. Az intézményben maximálisan megoldódott a fertőtlenítés, és remélik, hogy a kijárási korlátozás a Mikulásra nem vonatkozik majd. Tolna megyében több óvodát és bölcsödét is hatósági karantén alá helyeztek már. A Bonyhádon működő intézmények viszont egyelőre még egész jól megúszták. Mind a 10 óvodánk és a bölcsöde is jelenleg üzemel, de a Szélkakasos óvodában az egyik csoportban erre a hétre rendkívüli szünetet rendelt el az oktatási hivatal, mert az egyik Dajka kollégánk igazolt fertőzötté vált. Egyébként az intézmény normálisan működik. Van egy intézkedési tervünk, amely pontosan megszabja a tennivalókat a munkavállalók és a szülők számára, illetőleg azokat a szabályokat, amelyek ebben az időszakban rendkívül fontosak. Ezt az intézkedési tervet most a veszélyhelyzet bevezetésével újra módosítottuk, ez a negyedik verzió már. Vannak szigorítások benne, például a beléptetések kapcsolatban szigorúbbá váltak a szabályok. Vannak óvodák, ahol már zsilipelnek, ez alatt ugye azt kell érteni, hogy már a szülők az épületbe nem nagyon léphetnek be, esetleg a mérési pontig, vagy a mérési ponton változtattak, és a kollégák veszik át a gyerekeket, és adják ki majdan délután, amikor megérkeznek értük a családtagok. Vannak ennek nyilván nehezebb oldala, de van pozitív hozadéka is. Mi látjuk a gyerekek önállóságán a változást, úgyhogy ez nem tölt éppen szomorúsággal el bennünket. Meg minden új helyzet, amiben reagálni kell, amiben egy kicsit másképp kell reagálni, alkalmazkodni kell, ez nem árt a gyerekeknek, sőt, én úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben kapnak egy kis terhelést, ami majd a későbbiekben jól hasznosul. Az a fontos, hogy nyitva vagyunk, hogy itt lehetnek, hogy itt vannak a kis barátok között, hogy nem szakad meg a szocializációs folyamat, hogy sokat lehetnek az udvaron, mert nagyon jó idő van. A kisgyermekeket nevelő intézményekben elkerülhetetlen, hogy testi kontaktus alakuljon ki, így a maszk használatát sem látják minden esetben indokoltnak. Pillanatnyilag az intézményben nem előírás a maszkviselés, tehát a felnőttek maszk nélkül dolgoznak. Vannak köztünk krónikus betegek, a krónikus betegek közül van, aki nyilván azért használja a maszkot, itt a KN95-ös maszkot biztosítunk a védekezéshez, de felszereltük az óvodákat gumikesztyűkkel, plexikkel, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból munkavállalók biztonsága rendben van. A bölcsödében picit szigorúbbak az előírások, ott intézményegység vezető kollégám maga jogosult eldönteni, hogy milyen egyéb szabályokkal egészíti ki az intézkedési terv vonatkozó részeit, mert hát ott azért egészen kicsik a gyerekek, és nyilván nem lehet másképp gondozni egy bölcsödéskorú kisgyermeket, mint hogy az ember kézbe veszi, felveszi, átöleli, az óvodásra is meg kell tenni, de a gondozási feladatok elvégzése, tisztába rakás, egyéb az nem megy nagyon szoros kontaktus nélkül, vigyáznak egymásra és magukra is, a kollégák meg hát a gyerekekre is. Sok tisztítószer, kéz- és felületfertőtlenítőszer érkezett az oktatási hivatal és a minisztérium támogatásából. Az intézmény vezető szerint a védekezés feltételei maximálisan adottak, mégis van, amivel nem teljesen elégedett. Amiben jobb lenne egy kicsit optimálisabban működni, az éppen az altatási idő, ahol ugye az ágyak között kellene biztosítani a másfél méteres távolságot, de hát az épületek, a csoportszobák alapterülete, nagysága az adott. Ebben azért még folytatunk némi küzdelmet, mert ugye itt az egyik gyermekorvos hívta fel évelején mindjárt a figyelmünket, hogy ugye másfél órán keresztül vannak a gyerekek egy magasságban, és hát bizony a kilélegzett pára cseppet, azok ott lebegnek a levegőben, tehát szellőzéssel próbálunk javítani a helyzeten. Tudom, hogy más óvodákban, más intézményekben, más városokban vannak más módjai is a védekezésnek. Mi egyelőre ennyit tartunk
a helyzetet, a járványügyi helyzetet ismerve indokoltnak, de folyamatosan tartom a kapcsolatot a járványüggyel és a 11 helyettes kollégával, úgyhogy a konzultáció mindig hoz új gondolatokat, és ha egyöntetően azonos a vélemény, akkor a változásokat ugye eszközöljük is, tehát bevezetjük az új szabályokat. Számos programjuk marad és maradt el a vírus miatt, de igyekeznek mindent házon belül megvalósítani. Bízunk abban, hogy a kijárási tilalom a Mikulásra majd nem vonatkozik, és ide talál hozzánk, meg oda talál az otthonokba is. Simon János bonyhádi méhésznél járt stávunk. A szakmát nagyszülei kezdték családjában, ő már a negyedik generációt képviseli. A méz jótékony hatásairól és a méhészet szépségéről számolt be, kifejtette, mit javasol azoknak, akik a méhész szakmát szeretnék választani. Simon János a 90-es évek közepén kezdett méhészkedni. A szakmát nagyszülei kezdték, családjában ő már a negyedik generációt képviseli. A szakember azt mondja, az őszi-téli időszakban a méhészetekre a csend és a nyugalom jellemző. Az aktív termelési időszak majd februárban kezdődik el újra. A méhészetnek egy olyan folyamata van, hogy a betelelések megtörténtek, az utolsó atka, a varroatka elleni gyógykezelések valakik már elvégezték, valakik még nem végezték el, ez folyamatban van. Most inkább a méhészetben ilyen, úgy mondom, kinn a méhkaptárnak környékén a csönd és nyugalom honol. Ilyen időjárás mellett az a tökéletes, hogy a méhek ne is röpüljenek, nyugalmi állapotban legyenek, nyugodtan teljenek. A méhész ilyenkor bevonul a műhelybe, és az otthoni téli műhelymunkák, keretlészgyártás, húzalozás, kaptárjavítás, évközben megrongálódott méhészeti eszközök javítása, újítása, ez történik, ez a téli műhelymunkák, mi főkészülünk a következő termelési időszakra. Napjainkban a méz szinte minden háztartásban megtalálható, azonban ez nem mindig volt így. A mézfogyasztás abból a szempontból előnyösebb, mivel hogy ez a méz egy édes termék, a cukrot nagyon jól helyettesíti, sokkal egészségesebb, mint a kristálycukor. Mézet fogyasztottak már a középkorban, az őskorban, sőt a piramisokban találtak olyan agyagedényekbe eltárolt mézet, ami mai napig például fogyasztható állapotban van. A régi világokban, ezek az ókori világokban a méz az luxus terméknek számított, csak a felsőbb réteg, a királyság fogyasztotta. Későbbiekben, úgy haladtunk előrébb a korral, általában a papok méhészkedtek, és szép lassan, ahogy a korral haladtunk előrefelé, akkor kezdtek az úgymond középréteg is méhészkedni. A méz fogyasztása egyre nagyobb kultúrát követ, egészségesebb. Most egyre nagyobb szerepe van most már a fajta mézeknek. Régebben elterjedt volt, hogy a közhiedelemben csak mindenki az akácmézre volt ráhegyezve, mindenki akácmézet akart fogyasztani, mert a többi méz ugye beikrásodik, bekristályosodik. Ez a méznek egy természetes folyamata. Akik azt tervezik, hogy elkezdenek méhészkedni, a szakember azt javasolja, hogy keressenek egy mentort, akitől elsajátíthatják a szakma rejtelmeit. Először csak segítsenek, dolgozzanak a tapasztalt méhész mellett. Méhektől mindig lehet tanulni. A méhek mindig tudnak újat mutatni, egy tapasztalt méhésznek is, hanem menjen egy olyan méhészhez, hogy elsőképpen ajánlja fel azt, hogy neki áll neki segíteni, és a segítség nyújtás közben a kaptárak mellett állva tud beszélgetni, megtanulja a szakma csínyát, bínyát, mert ha van, aki önállóan beleáll a mai világban méhészkedni, nagyon nagy buktatók vannak. Sajnos olyan a növényvédelem, meg olyan kártevők vannak a méhészetben, hogy kimerem jelenteni, hogy a méhek az emberi segítség nélkül nem tudnának életben maradni, a házi méhek. Mindenki azt gondolja, hogy a méhészkedés egy hú de egyszerű dolog, mert a méhek dolgoznak. Nem így van. Így van, mert a méhek dolgoznak, de nekünk a méheket ki kell szolgálni valamilyen szinten, és én azt tudom javasolni, hogy valaki elkezd méhészkedni, kezdjen el méhészkedni 5-10 méh családdal, és onnan szép lassan kezdje el fejleszteni fölfele, és mikor úgy érzi, hogy megy neki, akkor lehet nagyobb léptékkel. A
szakember azt mondja, számos szépséget rejt a méhészet. Hallom azt a hordásba, azt a hatalmas zümmögést, amit ott a méhek előadnak, ez egy megnyugvás az embernek. Friss levegő, madárcsicseg és méhzümmögés, szerintem annál jobb érzés nincs. November 26-áig lehet felterjeszteni az év legjobb bonyhádi sportolója címre érdemes versenyzőket. A Bonyhádváros önkormányzata által minden évben megrendezett díjátadó decemberben egy fogadás keretében zajlott az elmúlt években, de 2020-ban erre nem lesz lehetőség. A hagyományt nem akarták teljesen megszakítani, ezért a díjakat idén is kiosztják. Régi hagyomány szakadhat meg idén a koronavírus járvány miatt. Minden évben Bonyhádváros önkormányzata a helyi sportegyesületek és a lakosság szavazatai és javaslatai alapján kiválasztja azokat a sportolókat, akik a legjobban teljesítettek az adott évben. A hagyomány szerint a díjátadás egy zárt körű fogadáson történik meg december hónapban, idén viszont erre nem lesz lehetőség. Idén ezt a fogadást nem tudjuk megtartani, de mégis szeretnénk elismerni a sportolóknak a munkáját, a sok verejtéket, izzadságot és a nagyon szép eredményeiket. Megszólítottuk a bonyhádi sportegyeseteket írásban, levélformájában, illetve a Bonyhád város honlapján felhívással fordultunk Bonyhád lakosságához, hogy adják le a javaslataikat, hogy ki 2020 legjobb sportolói. Jelen pillanatban most itt tartunk, jövő csütörtökön jár le a javaslat, illetve a jelentkezés. Ezeket a javaslatokat az egyesületek, illetve a magánemberek megtehetik boríték formájában a Városházán, ha portán leadják, és kérjük azt, hogy a borítékra írják rá, hogy 2020 legjobb sportolója. A voksaikat nem csak személyesen, e-mailben is leadhatják a gungl.adrienkukac.bonyhad.hu e-mail címre. A jelentkezési, illetve javaslati lapot le lehet tölteni Bonyhádváros honlapjáról. A városban működő mind a 15 sportegyesület tagjai közül kikerülhetnek a díjazottak. Olyan jelentkezéseket, javaslatokat kérünk, hogy egyéni sportágban azokat nevezzék, akik szakszövetségi, illetve országos diákolimpiai bajnokságon 1-2-3 helyezést értek el, illetve egyéni sportágban, ami csapatsportágat is jelent, itt a váltókra gondolok, szintén 1-2-3 helyezéseket várjuk, illetve csapatsportágban, az adott sportág bajnokságában elért szintén 1-2-3 helyezést. Mivel személyes találkozásra nem kerül sor, én itt ragadnám meg az alkalmat, szeretném megköszönni az összes bonyhádi sportegyesületnek a munkáját, az elért eredményeiket, mind a sportolóknak, mind az edzőknek, mind a támogatóknak, szponzoroknak. Ha bármilyen kérdésük lenne, hívják a 74-es körzet 502-143-as telefonszámon elérhető személyi asszisztenst, aki minden a témával kapcsolatos kérdésükre válaszol. Segítsenek önök is kiválasztani 2020 legjobb bonyhádi sportolóit! Újra felcsillant a remény a bonyhádi gimnazista Sövér László előtt, hogy a gokás sportban nemzetközi szinten is számottevő eredményeket érjen el a közeljövőben. Az elmúlt években nem volt meg a megfelelő háttérehez, de 2019-től magyar és osztrák szponzorációval újra remek eredményeket produkált Laci, és kivívta a jövő év elején esedékes portugáliai világbajnokságon való részvételt, amire testben és lélekben már nagyon készül. Adott egy 19 éves bonyhádi gimnazista srác, bizonyos Sövér László, aki már 11-12 évesen is nem csupán átlagos tehetséget árult el a hozzáértő szemeknek a gokásportban. Elindult a nagy álmok megvalósításának meglehetősen göröngyös útján. Hamar szembesülve azzal, hogy irtózatosan nehéz egy megbízható versenyképességet adó háttér megteremtése egy magyar srácnak a technikai sportokban legyen bármennyire is tehetséges. A magyar csapatok, szponzorok ígéretei csak részben vagy úgysem teljesültek, noha az akkor még Lacikának hívott kisgyerek azon kevés hazai nemzetközi versenyen, amelyeken elindult, szép eredményeket ért el. Időközben elfogadott egy szlovák ajánlatot, de a jövőkép velük sem körvonalazódott.
2018-19-től magyar és osztrák kóprodukcióban történő felkarolás után újra megcsillant a remény a Bonyhádi Gokártos előtt. S úgy tűnik, Sövér Lászlónak most már tényleg csak a sportágra, az edzésekre, a versenyzésre kell koncentrálnia. Mert hogy 2019-ben már olyan eredményeket ért el újra, amivel megszerezte a jövő év elején esedékes nyílt gokárt világbajnokságon való részvételt, amitől felettébb boldog a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnázium tanulója. Amikor oda kerültem az osztrákokhoz legelőször, akkor ők nem tártak elém akkora elvárást, amit én gondoltam. Ennek ellenére próbáltam minél nagyobb teljesítményt mutatni és nyújtani. Hál' Istennek sikerült is, mert ugye ez mellett én úgy gondolom, hogy minden kis lehetőséget meg kell ragadni, így azt is, amikor nincsen lehetőséged a gokartban ülni, akkor a pályán kívül kell edzeni, szimulátorozni, futni, biciklizni, mert ez az a plusz, amivel később meg tudod verni azokat az ellenfeleidet, akik nálad 3-4-szer több versenyt mennek egy évben. A magyar válogatott formaruhájába öltözve megmutatja jelenlegi spéci versenygépét, a KMS Eurót, amivel már fel tudja venni a versenyt technikailag is a legjobbakkal. Gyakorolni idehaza a megfelelő pályák hiányában az őszintjén bizony nem egyszerű. Igazából Kecskemét az egyetlen pálya, ahol tudunk edzeni. Nehéz olyan szempontból az edzés, hogy ugye én a gimnáziumban tanulok, nagyon sok óránk van, nem bánom igazából, mert én szeretem csinálni. Az edzések azok igazából úgy vannak, hogy reggel és este, ha tudok edzeni, ha belefér az időbe, és minden nap, napi kettőt inkább, de van, hogy csak egyet, akkor mellette szimulátorozok. Tekintettel arra, hogy osztrák és magyar szponzorációval is versenyez, mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy magyar gokártosként Magyarországnak szerezzen pontokat, hozzon jó eredményeket, dicsőséget. Az nem volt kérdés, hogy magyar színekben fogok indulni a világbajnokságon, csak az, hogy melyik csapatnál. És úgy döntöttünk, hogy a magyarokat válasszuk egyelőre. Nagyon remélem, hogy valami jó és felejthetetlen fog kisülni abból a hétből, mert ugye ez egy hét lesz, aztán majd meglátjuk. Persze az osztrák támogatóit is nagyon szeretné kiszolgálni Sövér László, az ő jelenlétük, mint mondja, nagyon fontos. Szeretné, ha a két támogatói kör akár egy közös csapatot is létrehozna a közeljövőben. A döntés a saját kezemben van, de nyilván én nem felejtem el, hogy kitől mit kaptam, és ezért nem szeretném őket se otthagyni. Nekik is az lenne a legjobb, hogyha ez a két csapat összefonódna, és utána a későbbiekben hatalmas eredményeket érhetnénk el. A januári nyílt világbajnokságon való szereplésével kapcsolatosan felettébb optimista Sövér László. Úgy érzi, eddigi tapasztalatai alapján a szűkebb nemzetközi élmezőny bármelyik tagjával, akár az angolokkal vagy az észtekkel is fel tudja venni a versenyt. Kellő önbizalommal megjegyzi, nem mondott még le arról, hogy gyerekkori nagy álma a világbajnoki cím elhódítása valóra váljon. Igen kellemesek, élete első világbajnokságán szerzett élmények. 2016-ban is úgy érkeztem oda a világbajnokságra, hogy én voltam az, akit nem is az, hogy leírtak, de nem számoltak vele, majd a második nap végén azért már tartottak tőlem, mert iszonyatosan gyors voltam, mint említettem, és ugye sikerült azt a pályacsúcsot megfutni. Én azt gondolom, hogy minden szívfájdalom nélkül mondhatom azt, hogy számolhatnak velem, mert én úgy gondolom, hogy ha minden összeáll, akkor bármi kisülhet a januári egy hétből Portugáliában. Nekem a cél mindenféleképpen az, hogy gokartban világbajnok legyek. Nekem kiskorom óta az a elsődleges cél, hogy mindegy, hogy miből, de valamiből világbajnok legyek. Ez nekem egy nagyon nagy álmom. Remélhetőleg az is, hogy nem lesz semmi akadálya annak, hogy meg is rendezzék a két hónap múlva már az említett portugáliai gokart világbajnokságot. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!